sokan vannak, evigyeim sokan vannak, mint a kutyák újugatnak a teha. Evigyeim sokan vannak, evigyeim sokan vannak, mint a kutyák újugatnak a teha. Adok nekik még napokat, még napokat, adogassák ki magukat. Adok nekik még napokat, még napokat, adogassák ki magukat. Én már átavanzsálódtam cimbalmos konferenszá, úgyhogy mindenkit sok szeretettel invitálok az elkövetkezendő 45-50 perchez a Cimbali Band Ablakimba lemezbemutatójához, melyről az első számot már is eljátszottuk, a szám címe Idegenföld. Annyi érdekes ebben az összeállításban, hogy magyar népzenei elemek szilárdságról, nagysármásról vannak benne. Aztán a vége felé már egészen elkalandozunk Makedóniáig, páratlan ritmusok is voltak benne, tehát eléggé vegyes felvágott. Aztán a könnyű zene se áll tőlünk távol ebben az összeállításban sem. Úgy, hogy a következőben sem, aminek a címe Fenn a csillag, ez mondhatni a lemeznek egyik slágerszáma. Fenn a csillag, fenn az ég, majd eszedbe jutok még. De már akkor késő lesz, mert a szívem másé lesz. Thank you.
Köszönöm szépen! Szíves szerintem! Folytassuk megint csak egy feldolgozásra. Magyar népzene, és lesz benne egy kicsi román dallam is. Magyar népi férfi táncoknak a muzsikáját raktuk egy csokorba, és dolgoztuk föl egy kicsit. Ebből lett a Kalapos című szám. Ja, ó, elnézést közben, hát ebben a számban vannak vendégeink méghozzá. Hegedűn közreműködik. Turáról Solymosi Máté. És van egy Bagi Salgótarjáni, bocsánat, Karancslapultői Brácsás vendégünk, Tóth Gergely személyében. Tehát akkor magyar férfi táncok és a Kalapos. We'll be right back.
Köszönjük szépen! Ebben az összeállításban vendégünk volt, ahogy említettem, Tóth Gergő, Brácsán. A következő összeállításban már is Brácsát cserélt négy húrosra, mert hogy egy igazi turai csemege következik. 1906-ban Bartók gyűjtött turán, méghozzá az Ablakimba című dallamot, ami énekkönyveink, mondhatni, hogy éke, és hát azt hiszem, hogy az itt ülők közül azért legalább a 90% ismeri ezt a dallamot. 2010-ben Madridban jártunk, és ott felkértek minket, hogy egy ottani spanyol zenekarral, a La Musgaña nevű zenekarral csináljunk egy közös összeállítást, mert hogy olyan neves rendezvényen játszottunk, mint az Európai Unió elnöklésének megnyitója ott Spanyolországban, Madridban, és hát erre az alkalomra készült ez az összeállítás, azt kérték a helyiek, hogy mi is vigyünk valami helyi dolgot. Hát egyértelmű, hogy a zenekar 3-4-5 tagja is turai most így a színpadon nézve, és hát ezért egy turai dallamot választottunk, és lehet majd hallani, hogy egy kicsit ilyen spanyolos a feldolgozás. Tehát akkor következik a lemez címadó dala, Ablakimba. És hát mindjárt szólítanám Farkas Zsoltot is, aki amúgy brácsás és énekes a lemezen, de most ebben a számban különleges hangszeren fog játszani. Dani előtte itt beavatta a tik fázás rejtelmeibe. Mutasd meg, Zsolti, hogy milyen a hangszeren fogsz játszani. Valamint másik hegedűsünk, Solymosi Máté pedig triangulumon fog játszani. Reméljük, tudni fogják az akkordokat. Hát Ablakimba. Ablakimba, sosincs arra,
Köszönjük szépen, ablakimba. Köszönjük. Reméljük ismerős volt a dallam, sőt még az utolsó dallam is ismerős lehetett, mert azért Toskó bátyánk az utolsó Turai cigányprímás nem kevésszer muzsikálta ezt a friss csárdást. Úgyhogy már is szólítanám be megint a fiatalokat, de most már igazi hangszerükön. Farkas Zsoltot Brácsán. Ő nem Farkas Zsolt, ő a Solymosi Máté, de gyere, ő hegedülni fog. Nem hallgat a nevére. Ő a Zsolt. És jön mindjárt a Gergő is a Brácsával, csak neki is cserélni kellett. Mert hogy egy igazi jó kis roma összeállítás következik méghozzá Kolozsvár környékéről. Gellért kedvenc nótáiból válogattunk ebbe az összeállításba. Nem véletlenül lett. A szám címe az, hogy Én az éjjel. Ez szerintem úgy mindent elmond. Úgyhogy most Gellért fog nekünk nagyon virtuóz hegedű muzsikát mutatni, meg reméljük a Máté is. Úgyhogy hallgassátok sok szeretettel. Kalotaszegi cigánydallamok. Én az éjjel. We'll be right back.
hogy mi baja, ő szeretne, de az anyja nem hagyja. Épp fél után mondta meg, hogy mi baja, ő szeretne, de az anyja nem hagyja. Ez a kislány alig 16 éves, de az se tudja, mitől legyen szerelmes. Elérő megfogja a kezem, kicsaja a szívemből a szerelem. Verekedni akarok, azt se bánom, ha az éjjel meghalok. Éles késsel szúrják át a szívemet, kis angyalom, én a tiéd nem lesz. De éles késsel szúrják át a szívemet, kis angyalom, én a tiéd nem lesz. Csabó! Ez az ügyes cigány gyerek, Balázs, nagy tapsok neki! Az a kislány olyan forma, de tudja mindig mi a dolga. De nem kell nekem osztani, hogy kell szeretőt tartani csuhajja. Álom, álom, át, álom, 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 lalalalalala. Kedét mond! Akkor most ugorjunk egy nagyot még hozzá Kolozsvár környékéről egészen Törökországig. Egy török feldolgozás fog következni. A szám címe a Cimbali Band lemezén az, hogy vágy. Mondhatni azért is vágy, szeretjük a jazz muzsikát, vágyakozunk felé. Ugye, Dani? Dehogy nem. Na mindegy, szóval egy kicsi jazzt is belecsempésztünk ebbe a török dallama, aminek eredeti címe Senaz Longa. Valamint van benne egy kis román cimbalom szóló betét is, és Eszter fog benne gyönyörű szépen énekelni. Tehát akkor következzék a vágy.
festünket őz édes fény, lép bennünk hűvös szenvedély. Annyit még elmondanék erről a dallamról, hogy 3 évvel ezelőtt jártam személyesen Törökországba, és ezt a dallamot ott tanultam. Úgyhogy nagyon kedves nekem, és azért szerettem volna, hogyha feldolgozzuk a zenekarra. Most pedig következzen egy olyan, ami megint csak nagyon kedves, főleg nekem meg a Gerinek. Genovába jártunk idén nyáron, és egy szállodába a Gerivel fölbontottunk egy üveg jóféle Gere Attila rozét. Gere Attila arról híres, hogy ő támogatja a cimbali bendet nagyon finom borokkal, és nagyon jó a rozébora. Sőt, annyira jó, hogy megihletett minket, és készült egy nóta is ennek hozadékaképpen. Csak néztük a bort, tehát nem ittuk meg. És hát így készült egy ilyen kettő verszakos nóta. Nagyon nehéz, úgyhogy a kedves közönség, ha megtanulja, nyugodtan énekelheti is velünk. A szám címe az, hogy Igénytelen dal, és egy kalotaszegi legényes adja az alapját. Tehát Igénytelen dal. Mert jobb a
És nincsen semmi vagyonom, csak egy ütött kopott cimbalom. Éjjel-nappal koptatom, míg el nem fogy az alom. Hegedű! Kicsit rendhagyó a cimbali band új lemeze, mert hogy effektív egy lassú dallal van vége, egy gyönyörű szép lírai hallgatóval, egy erdélyi dallam, amit feldolgoztunk a cimbali band sajátos hangzásvilágában. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek. Jaj, hát igen, még a vendégeket beszólítanám így az utolsó összeállításba is, az összeset, a Farkas Zsoltit is, meg a Gergőt is, hogy mindenki fáradjon be. És akkor eljátsszuk ezt az utolsó szép lírai dallamot, aminek a címe az, hogy kimondani nem lehet. Thank you.
álmától. Holnap éjjel elköltözöm messzire. Köszönjük szépen Cimbali Band, Ablakimba lemez bemutató koncert. Kis ráadás. Akkor jó. Akkor jön egy rövidke kis ráadás egy régebbi lemezünkről. A szám címe Megyek az úton. Arról szól, hogy megy az ember hazafelé szépen, mondjuk éppen a bóha kocsmából, és nem tudja, hogy hogyan álljon az asszony elé, aki várja otthon sodrófával. Megyek az
Köszönjük szépen a figyelmet! Cimbali bandet láttátok, hallottátok? Szeretném bemutatni mai vendégeinket. Brácsán muzsikált ma nekünk Tóth Gergő! Aztán a másik oldalon cimbali band állandó hegedűs vendége Solymosi Máté Rigó! Cimbaliben harmonikás vendége a mai estén nem más volt, mint Salamon Somán! Aztán itt mögöttem, nem is olyan messziről, innen Turáról, énekelt és brácsázott Farkas Zsolt! Jönnek. Jaj, hát volt még egy nagyon-nagyon színvonalas vendégünk. A Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Band bőgőse volt ma és mai esténk vendége. Méghozzá személyesen Novák Csabi! És akkor jöjjenek a Cimbali Band tagjai. Ének Szita Eszter! Doboknál Horváth Dániel! Aztán cimbali band hegedűse. Itt mellettem van-e olyan, aki még Turán nem ismeri? Boda Gellén! Mögöttem, édes öcsém a gitárnál, Unger Gergő! És akkor köszönjük szépen a Turai Művelődési Háznak és a Cimbali Band technikusának, Nagy Rolandnak! Felejtsük Cimbali Band névadóját, Unger Balázs! Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet! Kövessen mindenki minket, akár a Bóha kocsmába, vagy akár az internetre, mindenhova lehet követni minket, és lehet hallgatni a muzsikánkat, akkor utoljára énekeljük el, hogy haza is kéne már menni. Egy, két, három! Haza is kéne már menni. Vajon mi fognám gondolni? Sötét elvitt az évalja, babám kísérjél el haza, babám kísérjél el haza. Sötét babám, kísérjél el haza, babám, kísérjél el haza. Köszönjük szépen! Cimbali Band! Köszönjük szépen, és külön szeretnék megköszönni Köles Vazulnak és Mandula Évának is a vetítést, amit itt a hátunk mögött láthattatok. Reméljük szép volt, mert mi nem láttunk belőle semmit. Köszönjük szépen. Jó éjszakát mindenkinek.
Műsorunk létrejöttét támogatta a Turai Bartók Béla Művelődési Ház, Domoszlai Pékség, Galga Kóp ZRT, Pepita World Kft., Team Sport és a Turai Takarék Szövetkezet.